A két megyebeli élcsapat szerda este a Nyíregyházi Városi Stadionban lépett pályára. Mindkét együttes a felkészülés közepén tart, így a szakvezetők nem az eredményt, hanem a mutatott játékot tartották szem előtt. Az első fél időben a Kisvárda uralta a játékot, Grozav góljával a vezetést is megszerezték a vendégek. A második játékrészben sorra követték egymást a cserék, több gól már nem született, így 1-0-ás vendéggyőzelemmel ért véget a találkozó. Pár dolgot kértem, a védekezés természetesen a támadás megcsináltuk, 60 perc megcsináltuk, de azt láttam utána, mikor már cseréltem, mondjuk a kezdőjátékosom már kis gondok van, azért mindenkinek adtam lehetőség, látni akarok ki, hogy, tehát meg van 3 hete, de hát erősíteni kell nekünk. A nyíregyháziak szerda délelőtt 2-2-es döntetlent játszottak a Kazincz Barcikával. A Spali vezetőedzője nem volt elégedetlen a két meccsen látottakkal. A csapat ma délelőtt lehozta az egyik meccset, ma délután a másik meccset. Azt mondom, hogy nagyon sok pozitív van benne. Igen, kikaptunk a második meccsre, de egy NB1-es csapat ellen játszottunk. Azt mondom, hogy megmutattunk a karaktert, megmutattunk, hogy szervezettek vagyunk, megmutattunk, hogy tudunk jó támadásokat vezetni. Azt mondom, hogy ezzel lehet építeni, mindenféleképpen még frissíteni majd kell a csapaton, meg a játékosokon. És azt mondom, ha ezen túl leszünk, ezen a kemény munkán, akkor a játék is tisztább és eredményesebb lesz. A Spali csapatkapitánya szerint hasznos volt a szerdai két felkészülési mérkőzés. Én azt gondolom, hogy a célját elérte, ugye délelőtt játszottunk 30 percet a Kazincz Barcik ellen, most pedig ugye több mint 60-at. Azt gondolom, hogy egy jó iramú meccs volt, a célját elérte mind a két csapatnak. Először elsősorban a terhelésen van a hangsúly, ez látszott is, hogy azért mindenki picit nehézkesebben mozgott. Egy jó meccset játszottunk, szerintem erre lehet építeni. A Kisvárda nyáron igazolt támadója, Tisler Patrik örült annak, hogy győzelemmel zárták a találkozót. Én úgy érzem, hogy mind a két csapat azért kompakt volt, hál' Istennek meg tudtuk szerezni a vezetést, és ezt meg is tudtuk tartani. Nekünk még azért van hátra 6 edzőmeccs, még a alapozás kellős közepén vagyunk, de nem az elsődleges az eredmény, de az sem elhanyagolható. Én úgy érzem, hogy mindenki tette a dolgát, csinálta, úgyhogy én gratulálok a srácoknak. A Nyíregyháza Spartacus pénteken szlovéniai edzőtáborba utazik, ahol 4 meccset játszik majd a csapat. A Kisvárda legközelebb szombaton hazai környezetben 11:30-tól a Diósgyőr ellen lép pályára.